Több mint 100 kisgyermek befogadására alkalmas az újonnan felépült szivárvány óvoda, melyet a környezettudatosság jegyében alakítottak ki. A beruházás 210.526.000 forintos elszámolható költségéhez az Európai Unió csaknem 200 millió forintos támogatással járult hozzá. 2014. szeptember 19-én volt az intézmény ünnepélyes átadója, melyen dr. Szalai László polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Szép jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy köszöntök mindenkit a Dunaharaszti Város önkormányzata és a polgármester hivatala nevében. Most is ezt mondtam ugyan, de annyira családiasan vagyunk, hogy köszöntök mindenkit a nevünkben. Ez egy nagyon örömteli pillanat. Ma adjuk át hivatalosan ezt a gyönyörű szép új óvodát. Ez nagyon hasonlít a korábbi Knézis utcában lévő óvodához, egyébként tényleg terveiben is és elrendezésében is. Remélem, hogy nem kell hozzá ehhez is újabb 4 csoportot hozzáépítenünk a következő években. Úgy gondolom, hogy ez alatt a 3 önkormányzati ciklus alatt elkészült 2 óda, illetve egy teljesen újjáépült és hozzáépített nagy, a meseódának a felújítására gondolok, projektsorozat remélem, hogy a végéhez tud érni. Ezt azért remélem, mert most jutottunk el odáig. Tudjuk, hogy ez az óvoda is 150 férőhelyes. Jelen pillanatban 90 főnek, kisgyereknek ad helyet. 130-at vettek fel, tehát még mindig van helyünk ebben az óvodában is, akiket kisgyerekeket fel tudunk venni. Akik itt vannak közülünk, azok mindenki tudja, hogy korábban az elmúlt években ez nem volt így, tehát mindig sakkoznunk kellett, játszanunk kellett, ódai férőhelyeket kellett akár bérelnünk is, folyamatosan évről évre vagy hozzáépítettünk, vagy építettünk, de mindig szaladtunk az események után. Ezzel, hogy ez a mai napon át tudjuk adni hivatalosan ezt az ódát, ez a probléma, ami egyébként egy édes teher, ez meg fog oldódni. Nem lesz Dunaharasztin remélhetőleg olyan, hogy tehát nem tudjuk ezt a fogalmat, el tudjuk majd törölni, hogy ódai férőhely hiány. Ez egy jó dolog. Most egy másik édes teher lesz, ami ezután az élet sora, amit követel tőlünk, azok a gyerekek, akik innen kijönnek, meg nem csak innen, hanem a többi óvodából, azok a gyerekek iskolába járnak, úgyhogy most ezen kell majd dolgoznunk, de tudjuk, hogy ebben is léptünk már a tavalyi évben is, és a következő évben is tudjuk, hogy már megvannak a terveink, és újabb 10 tantermet fogunk tudni építeni a városban. És ez a legfontosabb, és az eddigi képviselőtestület minden tagjának is ez volt a, úgymond a küldetése, hogy a gyerekeinket tudjuk elsősorban elhelyezni, és ez úgy gondolom, hogy sikerült, illetve sikerülni is fog. Szeretném megköszönni mindenkinek, a képviselőtestületnek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az óvodák dolgozóinak, intézményvezetőknek, mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben, ennek az óvodának a megépítésében, a legutolsó, és szónak a nemes értelmében, nem sorrend és nem más szempont mondom, hogy legutolsó, hanem a legutolsó embernek, aki a kezébe vette a malteres kanalat, és aki dolgozott rajta, és mindenkinek, aki ebben részt vállalt. Egy nagyon szép dolgot tudtunk közösen létrehozni, úgyhogy a gyerekek használják egészséggel, a pedagógusoknak és mindenkinek, akik itt dolgoznak, azoknak pedig azt kívánom, hogy érezzék jól magukat ezek között, a falak között. Köszönöm. A 100-szor szép óvoda eddigi vezetője, Fajaga Boglárka lesz az új tagintézmény vezetője. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Mint a szivárvány tagóvoda vezetője, én is szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, és engedjék meg, hogy a magam, a kollégáim, a szülők és elsősorban a gyerekek nevében én is megköszönjem a polgármester úrnak, jegyző úrnak, a város képviselőtestületének, a polgármesteri hivatal munkatársainak ezt a jelentős támogatást és segítséget, amivel ez az új óvoda felépülhetett itt Dunaharasztin. Szeretném megköszönni Barabás Emőkének a lelkes és kitartó munkáját, energiát és időt nem kímélve, amivel végigirányította az építkezést és az eszközök beszerzését. Nagyon sokat dolgoztunk együtt vele, és Kenesei Beáta óvodavezetővel mindvégig arra törekedtünk, hogy egy olyan új épületben kezdhessük meg a színvonalas nevelő munkánkat, ahol a környezet, a tárgyi és a személyi feltételek is maximálisan kielégítik majd mindenki
igényeit. Én úgy érzem, hogy ez sikerült, nagyon büszkék vagyunk az új óvodára. Én ígérem, hogy nagyon fogunk rá vigyázni, és remélem, hogy a szülők és a gyerekek is örömmel járnak majd ide hozzánk. Szeretném még megköszönni a dunaharaszti művészeknek ezeket a gyönyörű alkotásokat, amelyekkel még különlegesebbé és vidámabbá varázsolták a mi óvodánkat. És kérem önöket, hogy fogadják most sok szeretettel a Szivárvány óvoda Csiga csoportjának rövid kis műsorát, amire a gyerekek nagyon nagy örömmel és izgalommal készültek önöknek. Köszönöm szépen! Amíg a Csiga csoportra várakozunk, addig elmondom, hogy a százszor szép óvodát Pajaga Boglárka áthelyezése után Csapóné Nagy Klára vezeti majd, aki már 27 éve dolgozik óvodapedagógusként. De térjünk is vissza a Csiga csoport műsorához. Mindenki nagyon jó, mindenki.
Sor után dr. Szalai László polgármester és a város vezetőségének megjelent tagjai közösen átvágták a nemzeti színű szalagot, ezzel is jelképesen megnyitották az új óvodát. Egy pohár pezsgővel ünnepelték meg a projekt sikeres lebonyolítását. Utána állófogadás volt, illetve Pajaga Boglárka, a tagintézmény vezetője bejárást tartott az óvodában. Az óvodához egy korszerű, biztonságos, a gyerekek fejlődési igényeit teljes mértékben kielégítő játszótér és tornaszoba is tartozik. Már többször szót ejtettünk arról, hogy Dunaharasztin rohamosan nő a gyermekek létszáma, ami persze egy örvendetes dolog, ám ez felelősséggel jár, sőt, feladatot is ró a város vezetésére. Mindig ezt szoktam mondani, az édes teher, mert nagyon jó dolog, hogy a város ekkora ilyen nagyot fejlődött, tehát nagyon sokan költöztek hozzánk a településünkre, és hál' Istennek fiatal emberek jöttek ide, akik gyereket vállaltak, ez szerintem a városnak, az országnak is, mindenkinek ez jó, és nyilván ezek a pici gyerekek, akik megszületnek, előbb-utóbb bölcsődébe, óvodában szeretnének járni, legalábbis a szüleik ezt szeretnék, és egy önkormányzatnak meg nyilván ez feladata, most megkötelező feladat 3 éves kortól, hogy biztosítsuk ezt, a helyet. És ahogy a megnyitóban elmondtam, hál' Istennek eljutottunk odáig, tényleg 12 év alatt, hogy úgy néz ki, hogy tényleg az óvodai férőhely hiány szót ki tudjuk törölni a szótárunkból. És ugye rövid időn belül ez már a második óvoda átadás. Itt most jelenleg hány gyermeket tudnak elhelyezni, és mit kell tudni még a projekt egyéb paramétereiről? Igen, hát annyiból helyesbíteni, hogy tényleg két, tehát a második, ami újonnan épült óvoda, de ne feledkezzünk el az elmúlt ciklusban a mese óvodának a felújításáról, ahol szintén körülbelül ekkora részt, mint ez az óvoda építettünk hozzá, tehát ott is 6 csoportot tudtunk létrehozni, és a Knézics utcai óvodában is 4 csoportot építettünk, tehát azért 12 év alatt jelentős számban tudtuk növelni az óvodai férőhelyeknek a számát. Ez az óda, ez 150 gyereknek az elhelyezésére alkalmas, akkor, hogyha mindent teljesen szabályosan csinálunk, de tudjuk egyébként, hogy igen, hál' Istennek most ezt meg tudjuk tenni, jelen pillanatban 130 gyerek beiratkozott be, és szeptember 1-től pedig 90 kisgyerek jár már ide, most is ebbe az ódába. Mindegy 200 millió forint az, ami közel, amiben került ez az óda. Ez olyan 10-15%-os önrész jelent, tehát, de hogyha tudjuk, hogy a kertet, a berendezést és a parkolóhelyeket is hozzáveszünk, ez minden egyes uniós projektnél, ami a városban készült, ez a közel fele-felére alakítja a költséget. Itt mondjuk nem ért el a fele költséget, de azért jelentősen. Tehát 10%-nál sokkal többet kellett betenni az önkormányzatnak, de ez normális dolog, és természetesnek is tartjuk azt, hogy a környezet is megfelelő legyen, a parkolók is normálisan legyenek kialakítva, tehát nem csak az óvoda épület az, ami egy ilyenkor egy működő óvodánál számít, hanem a környezet is. Ugyanezt kell, hogy elmondjuk egyébként az iskolánál, és tudjuk, hogy benne vagyunk egy iskolai bővítési programban, ahol azt sikerült elérnünk, hogy a kormányzat valamilyen forrásból fele arányban részt vesz majd ebben a beruházásban, és az önkormányzat is fele arányban fog ebben részt venni. Azért ajánlottam én ezt a fele-fele arányt, hiszen az elmúlt években is bármilyen projektben mindig ez a közös 50-50 alap alakult ki a legvégén, úgyhogy szerintem ez mindenképpen korrekt így.
A folyosóra toppanva láthatjuk, hogy szép, világos az óvoda, melyet még hangulatosabbá tettek a helyi művészek alkotásai. A nyáron ugyanis művésztáborba vonultak, ahol a létezés alapjául szolgáló négy elemet, a földet, a tüzet, a vizet és a levegőt választották témának. A Dunaharaszti Művészeti Egyesület és a Dunaharaszti Összművészeti Egyesület tagjai az ott készült képeket az óvodának ajánlották föl. A rendezvényen jelen volt Hajdú Zsolt, az Oktatási Művelődési és Sportbizottság elnöke is. Ahogy a polgármester bevezetőjében említette, ez egy most már 2002 óta folyamatosan küzdünk azzal, hogy megfelelő férőhely legyen a Dunaharaszti óvodába igyekvőknek. Rengetegen kerestek meg az elmúlt évtizedben azzal, hogy valami módon segítsünk, ide kiköltöztek, ugye, és hát nyilvánvalóan elsősorban fiatalok voltak, akik a fiatal gyerekeket hoztak magukkal, vagy már itt születtek Dunaharasztin, és ők szerették volna, hogy a gyerekeik óvodába kerüljenek. Tehát ez egy hosszú történet volt, és nagyon örültünk, amikor neki kezdhettünk ennek a hadcsoportos óvodának, hiszen tudtuk, hogy számításaink szerint, és ezt minden évben a Becsengetés című kiadványban is nyomon követhető volt, számba vettük azt, hogy mennyi a várható gyerek, akik óvodába kerülnek. És ez még szükséges volt hozzá, ez a férőhely. Hát ugye az utóbbi időben több ilyen oktatási intézményt is sikerült átadni. Összehasonlítva azért, mi a vélemény erről az új intézményről? Minden új intézmény nagyszerű dolog, nyilvánvalóan. Főleg akkor, amikor látjuk, hogy birtokba veszik a gyerekek. Nagyon érdekes például, ugye nyilván iskoláinkat is bővítettük most, ezekkel az ideiglenesnek tűnő, de egyébként rendkívül otthonos és nagyon szépen megépített termekkel. Volt olyan szülő, aki kimondottan azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy ő azt szeretné, hogy ebbe a mobil tanteremben tanulhasson a gyermek első osztályban. Tehát ennek például nagyon örültünk. És hát azt mondhatom, hogy minden egyes új létesítmény, ami létrejön, és elsősorban nyilván a gyerekek körül jön létre, az borzasztó nagy öröm. Ugye nem csak a mobil tantermek, de ugye az óvoda is rendkívül otthonos, főleg, hogy a művészek is hozzájárultak ehhez. Igen, hát itt épp mögöttem egyébként, egy nagyon nagyon bohóc kép van. Én azt gondolom, nagyon nagy köszönetet kell mondanunk a helyi művészeknek. Ez egy, azt gondolom, példaértékű kezdeményezés volt, és ugye egy jó egy hete a Laffert kúriában volt ennek egy külön kis megnyitója, amelyen szintén részt vettem, és akkor alaposan körbejártam, néztem ezeket a képeket. Meglepő lehet talán a laikus számára, hogy akár modern művészeti alkotások is bekerülhetnek. De én azt gondolom, miután a kerettanterveknek is része, hogy egy kicsit szakmai legyek a művészeti nevelés, sőt egyre több órára van lehetőség a kerettantervek adta lehetőségekben, hogy művészeti nevelést kapjanak a gyerekek. Én azt gondolom, el lehet ezt kezdeni úgy, hogy az óvoda falára felakasztunk olyan képeket, vagy vannak olyan képek, amelyek különböző irányzatoknak, különböző megközelítéseknek adnak teret. Érdekes, nagyon érdekes, gondolom majd a szülők, akik bejönnek és behozzák a gyerekeket, esetleg először furcsálni fogják. Én azt gondolom, ahogy most itt körben jártam, ezek beleillenek az óvoda képébe. Az óvoda vezetője Kenesei Beáta is örült, hogy a sok-sok munka és tervezés után végre átadásra került egy újabb intézmény, hiszen a jelenlegi tehermentesíti a Hétszín Virág óvodát. Hát nagyon-nagyon örülünk, hogy meg tudtuk nyitni ezt a szép új óvodát. Nagyon izgultunk, hogy tudunk-e szeptember 1-én nyitni, de tudtunk, és a szülők nagy örömmel jöttek hozzánk. Hosszú munka volt ez, hosszú-hosszú hónapok munkája, és előtte legtöbb, mint egy évig előkészítő munka folyt. Ugye tudni kell, hogy a pályázati összeghez az önkormányzat jelentős összeget rakott hozzá, és ez az ő segítségük nélkül nem lenne ilyen szép és ilyen rendezett, mint most. A kollégák között vannak régiek és újak is. Nagyon nagy örömmel jöttek át dolgozni a régiek is, elsősorban a lakóhelyük közelsége miatt, és egy teljes egész óvodai csoport is átjött a Hétszín Virág óvodából. Az ő műsorukat láthattuk most itt megnyitón. Hát akkor itt minden teljes gőzzel üzemel már. Igen, minden teljes üzemben működik, mindenki a helyén van. Van még férőhelyünk, ahogy polgármester úr is elmondta, úgyhogy most már a 33-as, 30-as létszámokat le tudtuk csökkenteni az ideális 20-25 kisgyerekre. Az óvodához tartozik a főzőkonyha is, ami szintén nagyon jól felszerelt és nagyon jól működik. Igen, és hogyha körbenéztünk, akkor láthattuk, hogy az udvar is nagyon szép, gondolom ezt is használják, mert... Igen, az udvart is használjuk, elejétől fogva. A fű az úgy nőtt, hogy a gyerekek rajta
sétáltak és szaladgáltak, és nagyon szeretik a gyerekek. Udvarbővítést tervezünk majd még, illetve egyéb kis mozgásfejlesztő eszközökkel biztos, hogy bővíteni fogjuk az udvart. A protokolláris megnyitó után kötetlenebb formában folytatódott a program. Az óvoda előtti utcát lezárták, és amíg a 100 fok Celsius együttes felszerelt, addig elfogyaszthattak egy tányér gulyáslevest, a kisebbeknek pedig ugrálóvárral készültek a szervezők. A 100 fok Celsius műsora előtt a színpadon is köszöntötte a jelenlévőket dr. Szalai László polgármester. Azt szeretném, hogyha ez mindenkinek az örömére szolgálna. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, a képviselőtestületnek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az óvoda dolgozóinak, mindenkinek, a kőműveseknek és mindenki, akár egy kis téglát is a helyére rakott, hogy ez az óvoda felépülhessen. És mindenkinek azt kívánom elsősorban a gyerekeknek, akik már nagyon türelmetlenek, és a szülőknek is, hogy használják egészséggel ezt az óvodát. Remélem sok-sok generáció fog kilépni ennek az intézménynek a falai közül, és az óvoda pedagógusoknak is azt kívánom, hogy érezzék jól magukat ebben az óvodában, hiszen hogyha ők jól érzik magukat, akkor nyilván a gyerekek is így fogják ezt érezni. Majd a Csiga csoport ismét előadta a már jól begyakorolt műsorát. Utánuk pedig a várva várt együttes, a 100 fok Celsius lépett a színpadra. Wow! Szevasztok! Jó napot kívánok! Csókolom! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, tehát itt a színpadon a 100 fok Celsius együttes. Gratulálunk a szép óvodához, mert tényleg nagyon szép. És sok sikert hozzá! Nálunk az első dal egy különleges dal, ezért a többi dal is különleges. És a mai műsort úgy állítottuk össze, hogy játszunk a gyerekeknek természetesen, játszunk a felnőtteknek, és játszunk saját magunknak is. Lényeg az, hogy mindenki érezze jól magát. Említettem az első dal különleges dal, talán azért is különleges, mert ebben a dalban bemutatkozunk nektek név szerint is, és titeket is bemutatunk. De figyelem, induljon a buli! K-H-E. Indulhat a buli, elkészült a mesetár, amatőra érkezik a sok híres mesetár. Ilyen még nem volt a történelemben, ennyi neves mesehő együtt a teremben. Lent a pap és eljött a horgár. Gyurika a topoc, a három rigó. Eljött a pocos, eljött az elefánt. A hazudós vántos két űrmanó. Eljött a Miki, eljött a Józsi. Neki az Imi, az Aki Mandó. Mindenki így van, aki számít. Mese már ünnepelni érkezik a sok híres mesesztár. Ilyen még nem volt a történelemben, ennyi neves mesehős együtt a teremben. Eljött a pap és eljött a horgár. Gyurika a pompoms a három rigó. Eljött a pocos, eljött az elefán. Hazudós, vándos, két őrmadó. Eljött a Miki, eljött a Józsi. A Peti, a Laci, az Aki Mandó. Mindenki így van, aki számít.
biztosan eljön neki Manó. Eljött a Miki, eljött a Józsi, neki a Lazi, az aki Manó. Mindenki nyilván, aki számít. Gyerekek, szerettek biciklizni? Tudtak is? És van-e biciklitek? Jó nagy buta kérdés volt, ugye? Mert különben hogy tanultatok volna meg, de nem is ez a lényeg. Van-e valakinek BMX biciklije? Néhány, de nem olyan sok. Nem olyan sok. Persze, ez egy nagyon-nagyon drága bringa, mégis mindenkit arra buzdítok, próbálja beszerezni, mert nagyon-nagyon jó. Elmondom azt is, hogy lehet könnyedén hozzájutni egy ilyen biciklihez. Gyerekek, türelmesen meg kell várni a karácsonyt, és a Jézuskától kell kérni, mert ugye neki ingyen van. Következzék át most egy dal, mert a csodálatos bicikliről, ami még egy BMW-nél is többet ér, a dal színe pedig BMX, BMX, csoda bringa! Church, with a church, as a bringer.
fejlesztés keretében Dunaharaszti kert városi részében megvalósult a Hétszínvirág óvoda fejlesztése az új szivárvány óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos, több mint 100 férőhelyes új épület építésével. Az új épület építése mellett megvalósult a külső tér fejlesztése, parkolóhelyek kialakításával, valamint a megújuló energiaforrások igénybevétele érdekében napelemes, napkollektoros rendszer kiépítése.